Sziasztok! Itt vagyok ebben a birkózó teremben, ahol a Warrior tábornak az első délutánján voltak az első edzések, és arra emlékeztetett igazából ez az egész engem, hogy hát akkor is hullafáradt voltam, mint ebben a pillanatban is egyébként, és baromira fáj a csuklom, mert hogy tegnap box közben megsérült, mert annyira püföltem a zsákot idegességemben, hogy hát így egy kicsit bebicsaklott a kezem, és megsérült egy picit a csuklom. Viszont most megyünk tovább a következő edzésre, ami egy box edzés lesz, ahol be fogjuk fársézni a kezem, de kurvára folyamatosan az van bennem, hogy mi a francért csinálom én igazából ezt az egészet. Miért megyek tovább? Ma reggel nem szerettem volna kikelni az ágyból. Konkrétan ott voltam az ágyamban, és legalább annyit engedtem magamnak, hogy a reggelimet ágyban fogyasszam, mert hogy ennyivel maradj, adjak magamnak egy kis kényelmességet. És azt érzem, hogy egyszerűen miért, Roland, miért csinálod folyamatosan ezt saját magaddal? Tehát miért hozom állandóan kényelmetlen helyzetekben magam? És ezen gondolkodtam, és pont ez a lényeg az egésznek, hogy ne gondolkodj ezen. Felesleges feltenni ezt a kérdést, ha most itt megállnék, és ezen kezdenék el gondolkodni, hogy miért teszem el saját magammal, akkor pont a lényeget szalasztanám el, azt nem tenném meg, ami az egész dolognak az epicentruma, azaz, hogy mész tovább, és teszed a dolgodat. Mert nem azon gondolkozol, hogy abban a pillanatban kényelmes vagy kényelmetlen, hanem azon gondolkozol, hogy kivé szeretnél válni, mit szeretnél ebben az életben létrehozni. Nekem az a misszióm ebben az országban, hogy több ezer férfinak tudjak segíteni, hogy a saját szenvedésüket megszüntessék. Ez alatt azt értem, hogy önmaguk legjobb verziójává válhassanak. Akkor nem foglalkozhatok azzal, hogy ebben a pillanatban mi kényelmetlen számra, hanem csak és kizárólag azzal foglalkozhatok, hogy ittben és ittben mi az a kép, ami bennem van, hogy én kivé fogok válni. Az az ember, akivé én válni fogok, akit az én mentorom Itály Polivoda úgy szokott említeni, hogy tusi C, mert hogy van A, B meg C létezésed, az én C létezésem, az 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 ember, aki nem foglalkozik azzal, hogy ebben a pillanatban fáj a csuklom vagy nem fáj, hanem aki csak teszi a dolgát és megy abba az irányba, ami az a kép. Úgyhogy ezt mondom neked is, hogy kezd el a kérdésedet kicserélni, sőt, egyáltalán kezd el megszüntetni a kérdéseket, tedd a dolgokat, és majd közben meg fogod érteni, hogy mi ennek az egésznek az értelme, amikor már megvalósítottad. Menj tovább, holnap újra találkozunk, 90 napon keresztül minden nap érkezik egy videó. Sziasztok!